3-2-es vereséget szenvedett a Fátum Nyíregyháza a női röplabda extra liga rangadóján. A mieink a Békés Csabát fogadták, és a vendégek az első két játszmát megnyerték. Innentől viszont talpra állt a Fátum egyenlített, ám a döntő szedben ismét a BRS-e volt pontosabb, így győzött. Nincs dráma, nincs katasztrófa. Az összes lány, az összes játékos természetesen nagyon akar, ezt ma is bebizonyították, mert nem lehajtották a fejüket 2-0-nál, hanem mentek tovább előre. Viszont a mérkőzés kezdés nem lehet ilyen. Nem lehet ilyen, főleg hazai pályán egy ilyen mérkőzést így elkezdeni, egy ilyen derbit, mert ez derbi. Nem sok derbi van a magyar extraligában, viszont ezek azok, ezekre olyan ideg állapotban, meg olyan mentális állapotban kell kijönni, hogy ott harapni kell az elejétől. Öreg fiúk terem labdarúgó tornát rendeznek december 4-e és 5-e között Nyíregyházán. 40 év felettiek jelentkezhetnek a Fáraó Bútor kupára. 24 csapatra várunk, hiszen ez egy olyan különleges torna, hogy itt csak 40 éven felüliek szerepelhetnek. Ez abból is adódik, hogy a mi bajnokságunk is egyre jobban öregszik, hiszen 3 öreg fiúk csoportunk is van, első, második és harmadik osztályban is. Nagy nyomás nehezedett rám, kérték a csapatok, hogy legyen egy olyan torna, ahol 40 éven felüliek játszhatnak csak. Természetesen a Nyíregyházi Sportcentrum vezetése ezt akceptálta, és a Fáraó Bútor Eger 40 pluszos tornát fogjuk lebonyolítani december 4-én, 5-én. A torna pénzdíjas, 300 ezer forintot osztanak szét a legjobbak között. Több korábbi élvonalbeli játékos is pályára léphet, a névadó szponzor is indít csapatot. Mivel már túlhaladtunk a fiatal korosztályon, már mint mi játékosok, így abból az apropóból szerveztük ezt a tornát, mert 45 pluszosnak is ki lehetne írni igazából, mert mi, mint a Fáraó Bútor reggel csapatával játszunk, és jóval 45 fölött vagyunk mi játékosok. Nevezni már lehet, a találkozókat az Rínyi Tiszavasvári úti tornacsarnokában rendezik.